A stúdió vendége pedig dr. Baggi Baján, tartományi parlamenti képviselő. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy itt a műsorban. Köszönöm szépen a meghívást. Doktor úr, láttunk most egy riportot Tavankútról. Ugye a legutóbb Csantavér kapcsán volt szó a mentőszolgálatról, illetve arról a hiányáról, amely most talán június 1-től rendeződik. Tavankúton milyen az egészségügyi ellátás? Hát amikor egyáltalán az egészségügyi ellátásról beszélünk és a falvakról, akkor itt a Vajdasági Magyar Szövetségnek mindig érvényesül az a alapelve, hogy mindenkinek szeretnénk egyforma, vagyis legalább közvetlenül egyforma ellátást biztosítani. És ahogy említette, Csantavéren nemrég olyan helyzet volt, még ma is az van, és reméljük, hogy már hétfőtől nem így lesz, hogy nincsen éjjeli ügyelet, és mivel nincsen éjjeli ügyelet, 8000 ember megfelelő ellátás nélkül maradt. Ez számunkra nem állapot, ezt mi nem tudjuk elfogadni, azért, mert azt gondoljuk, hogy attól, hogy valaki Csantavéren, Tavankúton, Bajmokon vagy bárhol, máshol városon kívül él, nem kell, hogy hátrányos helyzetben legyen. Nem vagyok benne biztos, hogy minden politikai pártnak ilyen megközelítése van, és szerintem mi mindig, és most is a Vajdasági Magyar Szövetség megtesz mindent annak érdekében, hogy ezt az egyenragúságot, meg az egyforma föltételeket biztosító intézkedéseket bevezesse, vagyis támogassa. Remélem, hogy Tavankúton most az egészségügyi ellátás olyan, hogy az ambulancia dolgozik, van megfelelő napi ellátásuk az embereknek, éjszaka pedig a Szabadkáról a mentőszolgálat födi az éjszakai ügyeleteket. Itt arra panaszkodtak a bejátszásban az emberek, hogy igaz, hogy van orvos, csak sűrűn cserélődnek. Na most ezzel mit lehet csinálni? Igen, ez egy olyan állapot, hogy sajnos az orvosok, akik jönnek, persze, hogy szeretnék váltani mindig a munkahelyüket azért, mert szeretnek előre haladni, tovább képzésre menni, szakosításokra indulnak, úgyhogy egyszerűen ezt nem tudjuk úgy kezelni, hogy valakit lekötünk egy munkahelyre élete végéig, azért, mert akkor ilyen módon valójában senki nem tudna fejlődni. Szerintem nem az a fontos, hogy kilátja el a betegeket, hanem milyen minőséget tud nyújtani, és ez a minőség pedig a megfelelő logisztikai, a minőség egy részét a megfelelő logisztika biztosítja. Az, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség, ugye az előbbi említette már ön is, hogy tud ügyeket intézni, mennyire fontos, hogy ott legyen mondjuk önkormányzati szinten is a hatalmi pozícióban, hogyha végignézzük köztársaság, tartomány, önkormányzat, hogy mennyire lehet így ügyeket intézni? Hát ez, én amikor ezekről a dolgokról beszélek, akkor mindig plasztikusan, vagyis képletesen szoktam beszélni, úgyhogy szeretnék most is, szeretném így megközelíteni ezeket a dolgokat. Ha megnézünk két települést, mondjuk rá Bajmokot és Pacsért, amely 7 kilométer ossza egy mástól, két különböző községhez tartoznak, két különböző önkormányzati hatalom van, valójában Topolyán ugye a Vajdasági Magyar Szövetség tartja, és reméljük, és biztosak vagyunk benne, hogy a jövőben is a Vajdasági Magyar Szövetség fog az önkormányzat élén lenni. Bajmok Szabadkához tartozik, itt a szerb haladó párt az, amely a többséget teszi ki, és ha megnézzük az utóbbi 4 évben, milyen fejlesztések voltak Bajmokon és Pacséron, nem összehasonlíthatóak a dolgok. Pacséron, ahol 3000 lakósa van a Pacsérnak, nekik fürdőjük van, gyógyvizes fürdőjük, egy turisztikai hely lettek, oda lett figyelve sok apró dolgokra. Tovább megyünk, Bácskosút falva van, ott van a Reki, ott van a rekreációs központ, amely újra lett építve, fektetve dolgok, anyagi erők, és nagyon fontos, hogy az emberek tudják, hogy az nélkül, hogy nincsen meglátásunk, hogy mit szeretnénk a jövőbe csinálni, hanem ad hoc hozunk döntéseket, nem tudunk jó és megfelelő lépéseket tenni. A Vajdasági Magyar Szövetségnek mindig megvan a terve, mindig megvan a programja, és programmal szokott kampányolni, ahogy ez most is történik. És mivel lehetne konkrétan ezeket a falvakat élhetőbbé tenni? Az emberek, akik falun élnek, nem különböznek semmiben ahhoz, az ő igényeik nem különböznek semmiben a városban élő emberekhez képest.
az alapvető dolgokat először onnan kell kezdeni, hogy megfelelő infrastruktúrát kell biztosítani. Bajmokon például szennyvízhálózat le vannak téve a csövek, de nincsen megcsinálva a tisztító, és erre a tisztítóra már több éve várunk, és szerintem ez lesz az egyik olyan projektum, amit a jövőben, ha a Vajdasági Magyar Szövetség város szintjén olyan pozícióba jut, és remélem, vagyis biztos vagyok benne, hogy most olyan esélyünk van, hogy polgármestert adjunk, akkor olyan helyzetbe fogjuk hozni konkrét Bajmokot, hogy a szennyvíztisztítót elkezdjük építeni, és reméljük 4 év alatt be is fejezzük. Szabadkának több településén is vannak olyan részek, ahol ugye nem magyarok élnek többségben, ilyen mondjuk Tavankút is, ahonnan az előbb láttuk ezt a riportot. Mit üzennek nekik, miért érdemes mondjuk az önök listáját támogatni akkor is, ha mondjuk esetleg más nyelvet beszélnek? Azért, mert a Vajdasági Magyar Szövetség igaz, hogy magyar politikai párt, és persze, hogy mindig először is a magyar közösség érdekeit támogatja, de egyszerűen a mi érdekeink nem mások, mint a mellettünk vagy együtt élünk emberekkel, akik más nyelven beszélnek. És ez az a balkanizáció, amiről a Bálint beszélt is. Pont ebbe látszik az a polgármesteri jelöltről. Így van, Pásztor Bálintról beszélek, igen, aki azt mondta, hogy mi nem szeretnénk balkanizáció útján menni, hanem szeretnénk közép-európai várost. Amikor a közép-európai városról beszélünk, akkor nem csak a Szabadkáról, mint városról, hanem a falvakról is beszélünk, és az alapja a közép-európaiságnak az a kommunikáció, a párbeszéd, és nem az erőből politizálás. És ez az, ami különbséget tesz a balkanizáció és a közép-európai város között. Hát Szabadkán nyilvánvaló, hogy éles küzdelem várható a polgármesteri posztért, ugye egyrészt itt a Vajdasági Magyar Szövetség, illetve a Szerb Haladó Párt, hát milyen a viszonyuk így a haladókkal, hogyha megy? A Szerb Haladó Párttal nekünk jó a viszonyunk. Mi tisztában vagyunk, hogy azzal, hogy a választások után együtt kell és fogunk működni, mert ők a partnereink, eddig is partnereink voltak, utána is partnereink lesznek, és mi nem szeretnénk olyan mély véresebek egymáson csinálni, amelyből később gondok lennének, még be nem hegesednek, de egyszerűen mi üzenetünk nagyon egyszerű. Az, aki meg volt elégedve a mostani polgármesternek a munkájával, nyugodtan szavazzon erre a polgármesterre, az, aki úgy látja, hogy Szabadka mást érdemel, és jobb lenne másmilyen álláspontokat képviselni, akkor szavazzon a Vajdasági Magyar Szövetségre, karikázza be a 4-est, és akkor biztos vagyok benne, hogy ha 4 év múlva találkozunk, akkor már nem lesz dilemma, hogy ki lesz a polgármester. Dr. Bagdi Bolyán, köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Én köszönöm a lehetőséget.